Sűsápon augusztus 20-án a Vas Albert Művölődési Központ és a Sápi Egyházközség várta a településen élőket. A program Kocsis János és barátai reggeli zenés ébresztőjével kezdődött. Majd Szántó Zoltán helyi pékmester a Kapás udvarban nyilvános kenyérdagasztást mutatott be hagyományos módszerekkel. Miközben sikeresen felfűtötték az új kemencét, a gyerekek az udvaron lévő játékokat önállóan kipróbálhatták és agyagozhattak Bódi Évával. A virágnak a szárát, ezt is, ide csinálunk egy levelet, ide, és ide. Jó, most te is. Ide, nyom meg egy kicsit. 2010-ben a Kapás udvarból a lakosság a vendégekkel karöltve együtt néztek fel a templom előtti Trianon bástyára, ahol Fancsali Oldamúr klarinét művész tárogatójának játékára felhúzták a nemzeti lobogót. Ezt követően Horinka László polgármester ünnepi beszéde következett. Az 1000 éves keresztény magyar állam a magyar nemzet közösségének nagy és maradandó alkotása. Közös alkotás, amely 1000 esztendő összes nemzedékének, az ország valaha élt összes polgárának munkájából, harcából, szenvedéséből, kudarcából, sikeréből, reményéből és akarásából született. Közös alkotás mindannyiunk tulajdona. Amikor István király emléke előtt fejet hajtunk, tisztelettel, hálával és elismeréssel emlékezünk meg mindazokról, akik 36 emberöltőn át becsülettel tették a dolgukat. Aki mindig a hegytetőn áll, nem ismeri a feljutás örömét, szól a bölcsmondás. Bennünket azonban ez a veszély ritkán fenyegetett. A mögöttünk álló 1000 esztendő tel is tele volt megpróbáltatásokkal. Időnként ezek a nehézségek majdnem összetörték álmunk, Szent István király nagy álmát. De akinek nagy céljai vannak, azt még az ellenségei is útjára segítik. Mert amit túlélünk, az erősebbé tesz bennünket. Nekünk, magyaroknak a mélyebb hangokra, a tágabb összefüggésekre, a saját álmunkra kell figyelnünk. Súlyos leckék, pótolhatatlan veszteségek sorjáznak e tudás mögött. Csak az utolsó 70 esztendőben több mint 1 millió embert veszítettünk. A Donkanyarban elesetteket, az elkurszolt zsidó honfitársainkat, a kitelepített német származásúakat, a málenki robotosokat, és 1956 mártírjait, és az elmenekült 200 000 életerős tehetséges magyart. És akkor még egy szót sem ejtettünk az elmúlt 70 esztendő 6 millió meg nem született magzatáról. Nagy alkotásokat nem lehet hideg fejjel, papíron és körzővel kiszámítani. Az igazi remekmű nem is olyan tökéletes. De álom van benne. Kell érzés is, szenvedély is, odaadás is az alkotáshoz. Így gondolta Márai. Igaza lehet. Papíron és mérnöki számítások szerint hideg fejjel kevesen jósoltak volna nekünk nagy jövőt a Kárpát-medencében. Mi most mégis itt állunk és Szent Királyunkra emlékezünk. Hinnünk kell, hogy az álmok nem érnek véget. Hinnünk kell, hogy lesz újra magyar álom. Egy gazdag és erős Magyarország. Egy nemzet Európa szívében, amelyet magukban bízó, szabad és büszke emberek építenek maguknak, a saját szájuk íze szerint. Egy sokasodó, erős, független, szabad Magyarország. A magyarok országa. Ami mindannyiunké. Az idegenbe szakadt és az anyaországban élő magyarok közös álma.
mindenkié, akinek megadatott, hogy Magyarországon szülessen. Mindenkié, akinek megadatott, hogy ehhez a nemzethez tartozzon. Mert Magyarországnak minden magyarra szüksége van. Mert senkit nem nélkülözhetünk. Ezért fontos számunkra városfalva kicsiny magyar közössége. Mert a gazdag és erős nemzetet velük együtt akarjuk álmodni. Szent István álmában ők is benne vannak. Mert az álmoknak nem lehet határt szabni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Az ünnepi beszédet követte a Sápi Gyerekek Turul Néptánc csoportjának műsora, a kemence és a kenyér megszentelése. Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent. Árasz ki áldásodat erre a kemencére. Add meg, hogy amint ez a kemence különálló búzaszemekből álló kenyeret egyetlen kenyérré süti, úgy Isten áldása, Szentlélek kiáradása külön szakadt magyar testvéreket, keresztény testvéreket forrassza, érlelje, égesse egyetlen testé. Egyesítsd, Urunk, népünket, add, hogy egyetlen nagy család tagjai legyünk, és ahogyan első királyunk felajánlotta népünket nagyasszonyunknak, a boldogságú Szűz Máriának, mindig érezzük életünk útján az ő anyai áldását. Amen. Most megáldom a kenyeret. Könyörögjünk, mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal. Add, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökre örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A délelőtti programot követő késő délutáni vendégvárás után a mendei néptánc csoportban gyönyörködhettek a vendégek, majd a sápi és a sui egyházi kórusok is bemutatkoztak. Oh,
A Barátság Nyugdíjas Klub előadását követően egy csángó népművész, az egyre keresettebb és népszerűbb anekdota és énekmondó Sebestyén István előadása következett. Hol vagy magyaró, tündöklő csillaga, hol vagy István király, nemzetünk kis tápja, rólad emlékezni, csordulnak könyvei, buval harmatoznak szomorú mezei, virágos kertfala, régen Pannoniában, kit a Szűz Mária híven öntöz vala. A kátai tánctalálkozó idei vendégei közül az erdélyi Csillagvirág együttest hívta meg Sújsáp önkormányzata. A fiatal csapatot oktató Kinda Botond és Bíró Emese a Boróka Néptánc együttes kiválóságai. Kelemen Erzsébet tanárnő tanítványai hivatásos néptáncoktató pályára készülnek. Ők az első munkájukkal érkeztek Sújsápra. Augusztus 21-én folytatódott Sűsápon az ünnep. Sűsáp 40 éves fennállását ünnepelték az egybegyűltek. A régi időkre emlékezve egy sápsűi labdarúgó mérkőzést tekinthettek meg az érdeklődők a régi focisták részvételével. A pályán beszédet mondott Horinka László, polgármester. Sáp és Tápiós Sű először 1950-ben egyesült, 4 évvel később külön vált újra a két település. 1970-ben történt a második egyesülés, 40 esztendővel ezelőtt. 40 év, nagyon hosszú idő. 40 évvel ezelőtt sokan még meg sem születtünk. Ez a kerek évforduló, ez a 40 év vezetett többünket, amikor a 2010-es esztendőben olyan programok szervezésére adtuk a fejünket, amire azelőtt nem volt példa. A 40 éves évforduló iktette az áprilisban megrendezett találkozót, ahová az egykori tápiósápról és tápiós sűből elszármazott régi ismerősöket hívtuk el egy közösen eltöltendő napra ide, Sűsápra. Megnéztük velük nagyközségünket, és mindannyian megállapították, hogy bizony sokat változott, sokat fejlődött a település, ahol többen évtizedek óta nem jártak már. A 40 éves évforduló jegyében szervezte meg Katus Norbert képviselő úr a sűsápi diákoknak azt a helyismereti betélkedőt, amelyre 300-nál is több diák jelentkezett. Szintén a 40 éves évforduló jegyében szeptember 11-én kerül majd sor a Vasalvert Művelődési Központban a nagyközségünkkel egyidős 40 éves polgáraink köszöntésére. Mindezen felsorolt rendezvények mellett azonban úgy éreztük, hogy szükség van arra is, hogy felelevenítsük a hajdani tápiósát, tápiósúj futballmérkőzések hangulatát. No, nem arra gondolok, ami egy-egy mérkőzés követően történt, mert bizony hallottam én azokra a derbikről, amikor a foci után némi küzdősportra is sor került. Ma délután, tehát azért jöttünk össze itt a Dózsa-György úti sportpályán, hogy ismét megmérkőzzenek egymással, a ma már talán a 6. hiszet is maguk mögött tudó egykori labdarúgóink. Arra biztatlak benneteket, arra biztatom önöket, hogy ti sem, önök se adjátok fel. Küzdjetek, küzdjenek úgy, mint 40 évvel ezelőtt, és a meccs végén akármilyen eredmény is születik, barátkozzatok majd úgy, mint egy órával ezelőtt itt a készülődés idején. Hajrá, Sűsáp! A kezdő rúgás után folyamatos cserékkel egy nem könnyű, de kellemes mérkőzést vívott egymással a két csapat.
Thank you.